Szóval akkor meg megyünk utazni, mindenképpen. És szerinted mikor? Hát, ha neked majd jó, akkor... Jaj, sziasztok! Leülhetek én is ide! Persze. Jaj, nekem van egy olyan cuki kiskutyám, Morzsának hívják. Általában Morzsinak becézem, de amúgy a neve Morzsa, és ilyen kis bólyos, és ekkora, nem, ekkora így, jaj, olyan kis cukika. Mit csinálj, ha egy idegesítő nénivel a parkba ragadsz, miközben a kutyájáról akar beszélni? Járjál egy esőtáncot, és ha elered az eső, a néni biztosan elmegy. Ebben a nagy melegben, hogy tudtok táncolni? Játsszál a legújabb slágert a telefonodon jó hangosan, és a néni úgyis elmegy. És akkor ezt ti is halljátok? Ez a kedvenc számom! Mesélj egy még unalmasabb történetet a te házi állatodról, hogy a néni elaludjon, és ti el tudjatok lopakodni. Egyébként nekem is van egy kutyám, Pedrónak hívják, óriás nagyszerű, ugye ekkora, szóval nem az a nagy fajta, de azért óriás, szóval igen. És most volt egy műtéte. Tényleg is jól van. Igen, hát úgy volt, hogy csak daganat van a lábán, de kiderül, hogy rákos, úgyhogy... De most már jól van, ugye? Igen. Hát ezt nem gondoltam volna, többet nem vagyok a barátnőt. De Dorka! Udvariasan mond a néninek, hogy menne dolgotok van, és menjetek el. És akkor a kis kutyámat minden nap leviszem kétszer, de akár háromszor is a parkba kapikálni. Mert nagyon szeretem. Köszönjük, hogy meghallgatott minket, és nagyon jó volt magával beszélgetni, viszont nagyon kéne menni, mert sürgős dolgunk van. Azért viszontlátásra. Viszlát! Viszlát! Nem kellek senkinek. Nézd itt egy parkot. Tessék, nem hallok újságosan jól. Szóval azt kezdtem elmondani, hogy van egy kis macskám. Nagyon aranyos, úgy hívják Tihamér.